A Billix X7-et látjátok itt a CES 2011-en, és ez nem csak Androidban van, ahogy itt látjátok, hanem Windows 7-tel is, úgy hívják, hogy az X70, de itt most az Androidot fogjuk bemutatni, mert ez valószínűleg lesz az olcsóbb, ahogy itt nem tudjátok olvasni. Elég memóriája van, jó gyors processzor, és új Android verzión is, 3.0-ával is meg fog jelenni, remélhetőleg. Egyszerűen álltsátok meg a videót, és akkor mindent át tudtok olvasni, amit tényleg tetszik, hogy van benne 3G, kompassz, és GPS, meg elég sokáig bírja az aksia. De ahogy látjátok a készülék önmaga, itt ez mind touch, úgyhogy ezeket így egyenként meg lehet nyomni, de igazából sötétben nem világítanak, hanem csak kicsit reflektál, de hozzá lehet szokni, meg lehet szokni, hogy igazából hol vannak. Szóval itt látjátok, itt van egy 0.3 megapixeles kamera, azt hiszem, és a hátulján van egy, persze még jobb, ha jól tudom, 5 megapixeles kamera, nem 3, és elől 1.3 volt, aztán itt az alján van a hangszóró, és hogyha lerakjuk, és ezt itt kinyitjuk, akkor itt látjátok, hogy igazából még van további HDMI, UZIM, mármint hogy sinkártyaolvasó, microSD, ez a microSD és microUSB. Tölteni külön kell, és a felhagató is külön itt kívül van, úgyhogy ahhoz ezt nem kell kinyitni, aztán továbbiakban van egyszer persze hangerő, reguláció. Ezt nem lehet tudni, mire van ez a gomb igazából, mert a be- és kikapcs gomb az oldalán van, ezen az oldalán, plusz ott van egy mikrofon, és az alján aztán igazából nincs semmilyen docking station port. Most éppen Android.2.2 van rajta, és ahogy látjátok, igazából szépen fordítja az egészet. Angry Birds is nagyon jól nézett ki az a készüléken, és tényleg jól reagál a touchpad is. Legközelebbi Gábor Lázs vagyok a Mobile XTV-től, a CS 2011-en, köszönöm, hogy benézhetek a Billix X7 Android tábla PC-n.